A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit november 7-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban megemlékezünk Prohászka Ottokár püspökről, majd klasszikus zenével, balettel, képzőművészeti tárlattal és színházzal várom önöket. Tartsanak velünk! Prohászka Ottokár püspökre emlékeztek születésének 165. évfordulóján. A főpásztor emlékmiséjén Mózesi Gergely tekintett vissza életútjára, majd Spány Antal megyés püspök idézte meg a főpap emlékét. Székesfehérvár 15. püspökére Prohászka Ottokárra emlékeztek születése 165. évfordulóján Székesfehérváron, a főpásztor tiszteletére épített emléktemplomban. A megemlékezésen Mózesi Gergely gyűjteményigazgató püspöki levéltáros tekintett vissza Prohászka Ottokár életútjának felemelően fontos fejezeteire. 165 éve született, hagyomány már, hogy ilyenkor előadásra és emlékmisével emlékszünk alakjára, és az előadásokban igyekszünk általában aktualitásokra reflektálni valamilyen szinten. És mivel 2021-ben és 2023-ban is volt pápalátogatás Magyarországon, teljesen természetes volt, hogy Prohászkának a pápákkal való személyes viszonyát, pápa képét tárgyaljuk az előadásban. Egy nagyon érdekes kor ez, öt pápával volt személyes kapcsolata, vagy öt pápa működése fogta kereszt az életét, négyel biztosan személyes kapcsolata is volt, már tanulmányai alatt 9. Piusszal és 13. Leóval. Az indexügy egyfajta konfliktusban hozta a pápasággal 10. Pius idején, és hát 11. Pius idején is járt még ki non-limina látogatáson Rómában. Ez nagyon fontos egy ilyen találkozó, annál is inkább, hiszen itt vagyunk az ő emléktemplomában, ami méltó helyszín ahhoz, hogy visszaemlékezzünk azokra a tettekre, amelyekkel meghatározta a magyar katolikus egyház jövőjét. Ez mindenképpen így van, azt mondom, hogy Prohászka egy rendkívül előremutató személyiség, párbeszédkészsége, protestánsok felé való nyitottsága, szociális érzékenysége, sajtó iránti nyitottsága, és rengeteg olyan történet van, ami kapcsán azt lehet mondani, hogy ő nagyon megelőzi a korát, kimozdítja az egyházat valamiféle testpetségből, már papnevelőként is, és nem később püspökként is azt gondolom, hogy nyugodtan nevezhetjük úgy, ahogy a sírfelület a Gladfelder Gyula szavaival nevezi, hogy Magyarország apostola és tanítómestere. A megemlékezésen Spány Antal megyés püspök celebrálásával, az egyházmegye püspöki szentmisével és közös imádsággal tisztelget a nagy előd, ma is üzenetértékű munkássága, tanulságos, előremutató gondolatai előtt, amelyet Spány Antal idézett meg beszédében. Prohászka püspök csak Pázmány Péterrel mérhető össze a magyar egyházi életben. Amikor 1905-ben kinevezték őt Székesfehérvár püspökévé, megmaradt az az egyszerű hívő ember, tiszta szívű pap, az Istent szerényen és szegényen szolgálni akaró ember, aki addig is volt. Székesfehérvár ilyennek ismerte meg őt, és mint ilyen talált benne példaképet. Ez a püspök, ez a szent életű ember az imádság embere volt, és amikor kereszteket kellett viselnie, akkor az imádságból merített erőt. Azt gondolom, hogy szerénységre is, imádkozni tudásra is szüksége van a mai embernek is, kell a példakép, és Prohászkában megtaláljuk azt a tanítómestert, aki tovább tud segíteni bennünket életünk útján. Spány Antal emlékbeszédében kiemelte, Prohászka Ottokár a nagyhatású igehirdető és gyóntató, a távlatokban gondolkodó főpap, lelkiíró, elkötelezett élete vitán felüláll, amely a jelen és a jövő nemzedéke számára is példa kell, hogy legyen. Kortárs zeneszerzők darabjait ismerhették meg a klasszikus zene barátai. A Kérdezd a zeneszerzőt hangversenysorozat első előadásán az esten Madarász Iván, Fekete Gyula és Bella Máté művei hangzottak fel.
Új kortárs zenei sorozatot indított az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. A Kérdezd a zeneszerzőt nyitó hangversenyének dallamai az Arzó Szabadságharcos úti székházában csendültek fel Marsovszky Pál vezényletével. A koncerten a magyar zeneszerzés három különböző generációjával, a hazai és a nemzetközi kortárs zenei élet meghatározó alkotói, Madarász Iván, Fekete Gyula és Bella Máté műveivel ismerkedhetett meg a közönség. Három teljesen különböző zeneszerző, három teljesen különböző korosztályból, három egészen különböző darabbal fog most ma itt megjelenni nálunk, úgyhogy ez az este és ez a koncert a sokszínűség, a változatosság jegyében fog telni. Azt gondolom, hogy ez egész egyszerűen azért fontos, mert mi nem egyfajta stílust akarunk csak megmutatni a közönségünknek, nem feltétlenül az én ízlésemet, vagy a Dobszai Péternek az ízlését, vagy a Ruf Tamásnak az ízlését, hanem szeretnénk megmutatni a magyar kultúrának, a magyar zenekultúrának minden ágát, minden irányát, hogy mindenki maga dönthesse el, hogy mi az, ami tetszik neki, mi az, ami közelebb áll hozzá, illetve hát azt gondolom, hogy én legalábbis úgy gondolkozom, hogy nem feltétlenül stílusok szerint, hanem mondani való és gondolat szerint érdemes gondolkozni zenéről is. Tökéletes gondolat, ugyanakkor fontos kérdés, hogy mennyire szokták meg ezt a klasszikus zenerajongók, hiszen ez egy rendhagyó történet, és azt hiszem, hogy az eddigi sikerek megerősítenek téged is. Az biztos, hogy rendhagyó történet, nem is csak feltétlenül Székesfehérváron, hanem az országban, meg Európának ezen a részén mindenképpen az, hogy egy zenekar ilyen komoly kortárzenei repertoárt játszik, és ilyen komolyan veszi a kortárzenét, mint missziót. Az, hogy ezt a közönség hogyan fogadja, ez mindenképpen egy nehéz feladat, hiszen nem egy szokványos dologról van szó, mint már mondtuk, viszont nagyon jók a tapasztalatok. Az elmúlt évadban is volt több kortárs műhelykoncertünk, több Kérdezz a zeneszerzőt koncertünk itt az Arszó Székházban, és egy nagyon-nagyon komoly közönség jött össze mindegyik hangversenyre. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor sokkal többen voltak, mint a nagy budapesti kortárs koncert helyszíneken, és nagyon jó visszajelzések érkeztek hozzám, úgyhogy bízom benne, hogy ez így folytatódik ebben az évadban is. Most már egy egészen előre tervezhető, előre látható kortárzenei évadunk van. 4 konkrét hangversennyel jelentkezünk ebben az évadban a Kérdezz a zeneszerzőt sorozaton belül. Madarász Iván Kossuth és Erkel Ferenc díja zeneszerző szinte minden műfajban alkot. Legismertebb színpadi művei, hangszeres szerzeményei közt megkülönböztetett helyilleti megfúvolára írott darabjait. Fekete Gyula a Zeneakadémia tanszékvezető tanára és rektor helyettese már ismerős lehet a fehérvári közönségnek. Ez alkalommal Média Vita című latin-magyar zenekari imádságát hozta el Fehérvárra, míg Bella Máté a vérbeli Y-generáció zeneszerző azon kevesek közé tartozik, aki 35 éves kora alatt vált meghatározó személyiségévé a magyar zenei életének. Három nagyon-nagyon különböző művel készültünk. Ugye van egy tipikusan kortárs darab, a Madarász Iván
pikoló versenye, ami egy hát diszonanciák és nagyon különféle ritmusokkal teli darab, nagyon érdekes, különféle tételekből álló darab. Aztán van Bella Máté darabja, ami sokkal inkább Vivaldis, barokkos vonást igénylő darab, nagyon zakatoló, de egyenletes ritmusokkal ellátott mű. És hát van végül egy dal, amit a zenekarral kell kísérni, az meg szinte romantikusnak mondható, persze itt-ott vannak egy ilyen modernebb kitekintések, de alapvetően az nagyon tonális, szóval igazán érdekes műsor. Egyetért azzal Dobri Danival, hogy igenis itt van a helye és szerepe a hasonló műsoroknak. Itt most nem elsősorban a kortezeneszerzők művének előadását gondolom, hanem hogy interaktív módon valamelyest bevonni a zeneszerzőt, illetve a közönséget. Abszolút, hát ugye mi zenészek, mi tulajdonképpen inkább reproduktív munkát végzünk, így nagyon gyakran olyan helyekkel találkozunk, ahol jó lenne megkérdezni a zeneszerzőt, hogy mire gondolt, hogyan akarná javítani a dolgokat, illetve hogy milyen gondolatai támadtak, amikor írta a darabokat, és ez főleg közönségként nagyon érdekes lehet. A következő hangverseny november 21-én lesz Ligeti Reflexiók címmel, amelyben Ligeti Györggyel és az ő kortárs zenére tett hatásával ismerkedhetnek meg a zenekedvelők. Új bemutatóval várja a közönséget a Székesfehérvári Balett Színház. November 8-án Egerházi Attila rendezésében a Nomádok című darab kerül bemutatásra a Vörösmarty Színházban. Egy új rendhagyó darabbal készül évadnyitó előadására a Székesfehérvári Balett Színház. Egerházi Attila koreográfiájával és rendezésében a Nomádok című ízig-vérig mai táncnyelven megfogalmazott táncjátékkal készülnek, amelyben a kortárs balett zenei világa ősi zenei témákhoz nyúl vissza. A cím az nagyon fontos, mint minden balettben, amit elkövetek, hiszen a cím az olyan, mint a mag, abban benne van az egész fa, csak ki kell, hogy keljen és virágba szökkenjen. Szóval a cím az árulkodó. Természetesen átvitt értelemben használjuk. Hát a nomádok azt lehet vonatkoztatni egy népcsoportra, de lehet a táncosokra is, hiszen a táncosok élete az olyan, mint a nomádok élete. Hátizsákjukkal járják a világot, eltöltenek pár évet egy társulatnál, és tovább állnak. Tehát ez szól a táncművészekről, az életről. Sok oka van annak a helyváltoztatásnak, van, hogy szükségből, hogy nincs termőföld, vagy nem esik az eső, és ezért vándorolni kell. Vagy azért, mert nem érzi jól magát az ember egy helyen. Tehát nagyon sok oka van a vándorlásnak. De azt gondolom, hogy egy biztos, hogy ugye elmegyünk egy helyről, elmegyünk egy másik helyre, egy valamit, vagy egy valakit biztos, hogy mindig magunkkal viszünk, az meg saját magunk. Maga a tánc és a zene kapcsolódási pontjai az a különleges vízió, amely lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjünk egy álomszerű világot, a valaha voltat keresőknek pedig megerősítést nyújt, hogy ezt a 21. században is megélhetik. Ősi magyar motivumokat hallunk, és citerán szólal meg, kortárs változatban, Lajkó Félix és az Operencia, de ugyanúgy használunk Ervopartot is, ami szintén ősi motivumokat használ, vagy Lovász Irént és Takács Dorinát, azaz Dévát, ami szintén ősi magyar témákat dolgoz fel kortárs nyelven és hangzásvilággal, és Balanescu kvartett, ez a zenei tükör, ez a zenei anyag, amin a darab utazik, amire épül. Ősi népekre jellemző a nomád életmód, bár ma is élnek nomádok a Földön, de mint mondottam, a civilizált társadalomban is élhetnek nomád módjára emberek. Attól függ, mit tekintünk annak. A táncművészek, még egyszer mondom, mindenképpen ilyen nomád életet élnek. A premierre már nem sokáig kell várni, az ősbemutatót a kortárs balett kedvelői november 8-án tekinthetik meg a Vörösmarty Színházban. Az est további előadása az elmúlt években nagy sikert aratott Bolero lesz. Aztán szeretnénk vele utazni, nomád módjára elvinni minél több helyre, és egy olyan izgalmas táncmű, szinte egy felvonásos táncmű kerül
bemutatásra ezen az esten, amit már látott a fehérvári közönség, illetve a fehérvári közönségnek szerintem egy szűk réteke, hiszen talán mindösszesen kétszer vagy háromszor játszottuk a Vörösmarty Színházba, ez pedig jelesen a Bolero. Direkt választottuk a Bolerót, ez is egy rövid, de nagyon velős, nagyon tömör darab, mert teljesen más az üzenete és a zenei világa és a képi világa és a koreográfiai nyelvezete is teljesen más, mint a Nomádoké, és itt tulajdonképpen egy este két balettet is, két külön világot láthat a néző. Az ősi magyar népmesék központi figurájaként sok esetben megjelenik a vándorlegény alakja, aki tarisznyájával a vállán nekiindul, hogy szerencsét próbálva felfedezze a világot és benne saját magát. Ezt most ezen a különleges estén mindenki megteheti, és ha felölti a virtuális vándorgúnyát, bizonyosan nem fog csalódni. A hit és a művészet együttesen kivételes alkotóra erőt jelent Szűcsné Novák Mária számára, tapasztalhatták meg a képzőművészet barátai. Az alkotó az evangélikus gyülekezeti házban mutatta be Tűzrománc műveit, amelyekhez a Szentírás adta az indítatást. Szűcsné Novák Mária a Fehérvári Kézművesek Egyesületének Tűzománc művésze a Te ígéd igazság címmel mutatta be alkotásait az evangélikus gyülekezeti házban. Az ünnepélyes megnyitón Bence András evangélikus lelkész mondott köszöntőt, a kiállítást Lakner József, a Vörösmarty Társaság alelnöke, az Áron Nagy Lajos művészetbarát kör elnöke ajánlotta a művészetbarátok figyelmébe. Kiállítás látható anyagban két ősi technikát vagy té van egyesítve, a bibliai ábrázolás és a tűzománc. Mind a kettő tulajdonképpen egy szakrális dolog, tehát eznek az egyesítése az egy nagyon szerencsés eset, és nagyon dekoratív és elgondolkodható műveket hoz létre. Nagyon fontos, hogy kapcsolódik a Szentíráshoz, hiszen én azt gondolom, hogy mostanság, amikor sokkal inkább olvassák, ezt látva egy kicsit más. Tehát ehhez kell egy olyan indítatás, ami ezt komolyan veszi, és adja nekünk is. Én annál is inkább, mert én úgy gondolom, hogy a Szentírás és által a Bibliának az ismerete az azért napjainkban is, tehát nem kielégítő. Tehát ezek a munkák hozzájárulnak ahhoz is, hogy aki a kiállítást megnézi, az utána nézzen, utána olvasson, és ezáltal a Szentírásba egy kicsit jobban elmélyedjen. A többszörösen díjazott alkotó Idestova két évtizede rendszeresen bemutatja műveit Székesfehérváron és szerte a világban. És mint mondja, hálás a szíve, hogy küldetést kapott az Úrtól, az alkotás ajándékát, és hiszi, hogy sokaknak jelenthetnek áldást a képei. Nagyon inspirál a Szentírás. Csodálatos műnek tartom. Hát tudjuk jól, hogy az élet könyvének is nevezik. És nagyon izgalmas számomra, amikor egy-egy kép így megszületik. Inspirálnak a bibliai igék, történetek, szereplők. Hogyan tovább, hiszen ez a tárlat megmutatja azt a mély egységet, ami az alkotó lelkében van, és amit szeretne megmutatni. Köszönöm, nagyon jó kérdés, mert örülök, hogy van tovább, és tervek vannak a szívemben, hogy ilyen zsoltárokat valamiképpen megformáljak Tűznománcban, és ebből is azért hoztam egy-kettő kezdő alkotást. Tehát akkor lesznek továbbra is különleges alkotások. Az indítatás pedig maradt, tehát a hit és a művészi elképzeléseinek találkozása? Így van. Szerintem nagyon fontos a hit az én szívemben is. Nagyon fontos, hogy amivel tele van a szívem, az az öröm, az a békesség, azok az üzenetek, továbbadjam ezeket. És ennek egyik eszköze az alkotás, a művészet. A tárlat november 5-ig ingyenesen látogatható a gyülekezet alkalmainak időpontjában. Nagy érdeklődés mellett mutatta be a Teleki Diák Színpad Tasnád István Cyber Cyrano című darabját a Pelikánfészekben. A darab Somos Ákos rendezésében aranyminősítést nyert az komlói színjátszó találkozón.
A Pelikán fészekben Somos Ákos rendezésében a székesfehérvári színházbarátok is megtekinthették a Teleki Diákszínpad országosan is díjazott előadását, Tasnád István Cyber Cyrano című egyfelvonásos darabját, amely a komlói amatőr színjátszó találkozón harmadik díjat és arany minősítést nyert. Mikor megláttam, hogy világít a pince lejáró, ott volt lány. Feküdt a földön, és rászkódott. Oda mentem hozzá, és szorítottam, mikor magához tért. A legfőbb motiváció az az volt, hogy a Tasnád István egy olyan darabot írt, aminek a szereplői, azok a diákok, akiket én is tanítok, tehát gyakorlatilag ki lehetett osztani ezt a darabot úgy, hogy senkinek nem kellett mást játszania, mint ami. 10 éves fiatalokról szól, egy nagyon jól megírt kamaradráma, ami leredukálható annyi játékidőre, amennyit egy diákszínpad is el tud játszani. Úgyhogy én nagyon hamar elhatároztam, hogy ezt megrendezem velük, csak aztán a különböző körülmények úgy alakultak, hogy nagyon-nagyon sokáig tartott, amíg tényleg létrejött. A próba folyamat milyen volt? Nehéz volt, mert egyrészt még a Covid előtt kezdtük el csinálni, az akkori diákszínjátszóimmal, és aztán így a próba folyamat során nagyon sok változás volt, különböző okok miatt kiszálltak gyerekek, és kellett másokat hívni, és mivel semmi nem sürgetett minket, egy kicsit talán bele is kényelmesedtünk, és igazából amikor aztán a mostani ezt a csapat összeállt, ezt megtaláltam, akkor éreztem azt én is, hogy most már tényleg bele kell húzni, mert lehet ebből egy jó dolog. A siker önmagáért beszél, én azt hiszem, hogy megerősíti ezt a csapatot is. Te miként értékeled, hiszen azért egy komoly színházi közegben egy ilyen kortárs darab sikere, az azt hiszem, hogy nagyon pozitív. Hát egyrészt, mint rendező, örülök neki, hogy összeállt az, amit én nagyjából elképzeltem, és ezt mondjuk szakmai értékelések is megerősítették, nem is csak diák mezőnyben, hanem felnőtt színjátszó találkozón is. Tehát szakmailag is örülök, másrészt pedig azért, mert tényleg beigazolódott, hogy az a szöveg, amit 10 pár évvel ezelőtt Tasnádi István megírt, az a mai napig egy nagyon-nagyon jó eleven színpadi szöveg, és mindegy, hogy már egy évtizeddel újabb fiatalok jönnek, de őket is ugyanúgy megérinti ez a történet, és hat rájuk. Az előadást, amely a Kolibri Színház első nemzetközi ifjúsági színházi együttműködésében a Platform 11 Plus keretében született 2010 novemberében megtisztelte jelenlétével Varga Lili is, aki a 2010-es bemutatón Henny szerepét alakította, és Tasnádi István a kortárs magyar szerző, aki már akkor megelőlegezte, milyen is az, mikor a képzelet erősebb, mint a valóság. Mikor a virtualitás valódibbnak tűnik, mint a mindennapi realitás, és tovább szőtte gondolatait arról, hogy mire jó az internet, és természetesen elénk tárja azt is a darabban, hogy mire ne. Megnézted a linket, amit küldtem? A cicás? Aha. Nagyon éli. Hol találtad? A Viktor haverom küldte. Hát ez nagyon jó. Van egy ilyen oldal. Tele van cuki állatos videókkal. Küldjek még? Uh-huh. Ja, tényleg, a Viktor látott az ismerőseink között, és azt kérdezi, hogy bejelölhet-e. Milyen Viktor? A haverom, aki küldte a linket. De hát nem is ismerem. Bocs. Ugye jó 10 éve írtam már ezt a darabot, és ez egy ilyen uniós projekt volt, amiben kifejezetten fiataloknak szóló olyan aktuális témákat kellett keresni, ami őket megérint, és amiről nincsenek darabok. Hát ez a netes átverés akkor ez még nagyon az volt, nagyon friss téma volt, és akkor ezt kutattam, kerestem olyan közösségeket, ahol megtörtént hasonló történet, és akkor találtam egy iskolát Budapest mellett, és velük beszélgettem, 2 alkalommal beszélhettem az osztályon, aztán a szülők föllázadtak, hogy ne bolygassuk a múltat, és annak alapján írtam ezt a darabot, ami úgy látszik, mi mindig a mai fiatalokhoz is szól, nem csak a 12 évvel ezelőttiekhez. Igen, hát azt tapasztaljuk, hogy látva Somos Ákos rendezésében ezt a darabot, hogy továbbra is sikert arat, leginkább a nyelvezete okán, másik oldalról pedig olyan történeteket mesél el, amelyek a 21. században ebben a felgyorsult világban is valóságosak.
Igen, bár tényleg az a meglepő, hogy egy nagyon technikai darab, tehát ugye a netről szól, és a fele nagyjából a virtuális térben játszódik, és annyi minden történt, fejlődött, de hát igen, fejlődött az elmúlt 10 évben is, ugye a technológiája ennek, hogy meglepő, hogy maga a történet még mindig ennyire él. Én nagyon örülök neki. Én azt hittem, hogy mivel annyira aktuális, annyira, hogy mondjam, cejstükszerű, egy gyorsan változó témáról beszél, ezért ez el fog évülni, de nem ez történik. Ugye pár hete mutatták be Debrecenben, külföldön is játsszák, és most örömmel jöttem ide, még nem láttam ezt az előadást, de úgy látszik, hogy itt is, és tudom, hogy már régebb óta játszák, és sok ember ezzel jutott, úgyhogy működik a dolog. Tasnád István drámája 5-10 évesről, Zsuzsiról, Heniről, Mátéról, Viktorról és Moiráról szól, akik számára az internet az a háló, amely összeköti őket. Virtuális viszonyok, programozott barátságok, digitális szerelmek szövődnek, és lassan mindenkinek két énje lesz, a cyber és a valódi. Varga Lili számára különleges kihívás volt a darab, hiszen a valósággal kellett szembesülnie. Nagyon izgalmas volt, és főleg azért, mert nem számítottam rá, hogy én leszek ebben az előadásban. Ez egész onnan indult, hogy egy drámaórára, drámafakultációra, ami reggel 7:30-tól volt. Nem is akartam bemenni, mondom, atya úristen, mondom, én megőrülök, és akkor sikerült, én beértem az órára, és akkor 3-an voltunk, és bejött a Vidovszki, és mondta, hogy hát, ők találtak egy osztályjal egy történetet, egy anyagot, és hogy improvizáljunk rá. És így innen kezdődött, hogy elkezdtünk improvizálni, majd utána később egy fél évre rá fölhívtak, hogy a Kolibriben ezt meg is csinálják, ezt az előadást, és hogy a Tasnádi fogja igazából megírni, és akkor elmentem castingra, és sikerült, és én lettem benne a Henny. Milyen, hiszen ez az egyik első olyan darab volt, ami teljes és egész Henny szerepében, milyen gondolatokat szül benne, ha visszatekintesz? Nagyon furcsa volt már később is látni ezt az előadást, vagy láttam felvételről az akkori önmagamat, 18 éves önmagamat, ami hát nagyon más szavajárással, nagyon, nagyon más ez egész létezés, nagyon más, és a szövegek is, amiket megírt a Tasnádi, ez a mi improvizációinkból vannak. Tehát akkori 18 éves fejjel, amit én gondoltam a világról, és ezekről a helyzetekről, és hát nagyon más, nagyon más. Nagyon felgyorsult azóta az élet szerintem. Az internet világa is elképesztő. Én nem is tudtam például, hogy ha valakihez nem nyúl hozzá, mert muszáj valamennyire átírni. Mert ma már például diákok, akikkel utána beszélgettünk, már pár év távlatában is, tehát 3-4 évvel később, ugye ezt 10-ben mutattuk be, 3-4 évvel később is már az volt, hogy megkérdezték, hogy de hát miért nem volt videóhívás, vagy hát miért nem hívták fel videón a szereplőt, és próbáld megmagyarázni, hogy hát akkor még ez nem volt, tehát hogy nagyon-nagyon más. Az alap az ősbemutató óta nem változott. A jelenkorban is meg kell birkózniuk a fiataloknak azzal, hogy a virtuális világ, a közösségi média és a mesterséges intelligencia technikai vívmányai kúsznak be főszereplőként mindennapjaikba, tragédiát érlelve a tinédzserek érzékeny zavart, gátlásokkal teli, az őszinte kommunikációt alig ismerő közösségében. Én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire népszerű lesz, de ugye ez nagyon benne van a mai gyerekeknek az életében, hiszen mindenki már kenivágja az informatikát, és tényleg egy olyan darabot játszunk, ami sajnos megtörténhet, és meg is történt. Vannak-e a darabban olyan kulcspillantok, ami számodra is különleges? Hogy melyiket szeretem én nagyon eljátszani? A legutolsó monológot szerintem, mert talán abba tudok a legjobban belemerülni, és akkor már ugye túl vagyok az egész darabon, és akkor úgy ezt tényleg nagyon-nagyon tudom élvezni. Lehet, hogy furcsa a kérdés, ugye 5-en vagytok plusz a rendező ebben a darabban, de van-e olyan, tehát hogy alkottatok csapatot, itt ez a kérdés? Hát igazából ez nagyon nehezen állt össze ez a darab. Eleinte csak 3 ember volt, és a Gergő, aki a Mátét játsza, ő volt, aki az elejétől kezdve itt van, és minden más szereplő más volt, és én is a 3. Zsuzsi vagyok. Szóval ez így nagyon nehezen állt össze, és ez egy későbbi ötlet volt, hogy a virtuális figurák valódi emberek legyenek,
és ők az egyik szereplőt a bemutató előtt egy héttel találtuk. A siker, amit elértetek, megerősít? Igen. Nagyon kevés önbizalmam van, és ez tényleg tud segíteni, mert ezt most már én is érzem azt, hogy szeretem csinálni, és magammal is megelégszem. A dráma a virtuális tér a könnyebb út a menekvés a kihívások elől, meg annyi veszélyt hordozó történés labirintusa megoldás nélkül, és hangsúlyozottan igenlés nélkül. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.